A 218 hektáros Sóstó természetvédelmi terület rehabilitációja megvalósítás fázisába érkezett. Megkezdődnek a környezetvédelmi beruházásokra vonatkozó munkálatok. De előbb nézzük, mi történt eddig. Még 2015 elején jelentette be a város polgármestere, hogy elkezdődik a sóstói természetvédelmi terület megmentésének tervezése. Mondhatjuk, hogy több évtizedes adóssága a városnak. Nagyon régóta várják már a fehérváriak, hogy ezt a csodálatos természeti örökségünket megmentsük. Áprilisban már arról számolhattunk be, hogy egy kormányzati döntésnek köszönhetően állami támogatásból 3 milliárd 850 millió forintból megkezdődhet a Sóstó természetvédelmi terület és a Vidámparki csónakázótó rehabilitációs programja. A Vidámparki tó az igazán egy elképzeléseink szerint a szabadidőt szolgáló helye lenne gyakorlatilag a belvárosnak, ahol újra lehetne csónakázni, újra lehetne ilyen jellegű tevékenységre a vízisportok szerelmeseinek használni majd a tavat, csónakázó ház kialakításával, szociális blokkok kialakításával együtt fogjuk tudni ezt elérni. Ezt követően 2015. októberében a tó leeresztésével megkezdődtek a munkálatok. A mederkotrásra azért volt szükség, ugyanis a tó fenekét vastagon iszap borította. Amikor a tóvize leapadt, a szakemberek megkezdték a lehalászást. Talán még a horgászokat is meglepte, hogy sok mázsányi, 30-40 kilós busa is volt a tóban. Néhány 10-13 kilós amúr, ponty, keszeg, kárász, naphal és persze törpeharcsa is gazdagította a halállományt. Ezen kívül sok érdekesség is előkerült a tóból. WC-csésze, női táska, feltört széf, sőt bicikli is. Aztán a mederkotrás után kialakították a sziget mai képét, a sétányt, és amikor a tómeder újra megtelt vízzel, a fehérváriak újra csónakázhattak a vízen. Most tisztították ki, nemrég, és régen is lehetett rajta csónakázni, és most nagyon jó, hogy mi is csónakázhatunk rajta. Tök jó. Nagyon szép. De ne szaladjunk ennyire előre. 2016. februárjában megkezdték a sóstói természetvédelmi terület lőszermentesítését. Egyebek mellett német repeszromboló, szovjetbomba és katyusa is előkerült a földből. A szakemberek az egész területet átvizsgálták, beleértve a tavat is. Átvizsgáltuk a tó teljes területét, ebben robbanó szerkezetet nem kutattunk fel, nem tartalmaz bombát, mint ezt a szóbeszédből hallottuk. Most nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a tóban nem esett bele bomba, legalábbis nem maradt benne. A lőszermentesítést követően idén megkezdődhetnek a helyszíni munkálatok. Csütörtökön Mészáros Attila számolt be a fejlesztés részleteiről. Régóta tervezett és várt a környezetvédelmi, természetvédelmi fejlesztése ez a városnak, és az utóbbi évek legnagyobb ilyen jellegű fejlesztése is, és nagyon örülünk annak, hogy most már eljutottunk arra a pontra, hogy a környezetvédelmi fejlesztések most már el is indulhatnak fizikálisan, hiszen eddig ugye több szakaszra bontottuk a fejlesztést. Első nagy csomag volt a csónakázótónak a fejlesztése, ez nagy sikerrel be is fejeződött. Nagyon örülünk annak, hogy a kikotort tavat, a megépített sétányt, az új szigetet nagyon-nagyon sokan használják, az új csónakázási lehetőségekkel nagyon sokan élnek. A legfrissebb adatok szerint csak májusban 1300 diák vett részt a mindennapos testnevelés keretében a csónakázás, kajakozás lehetőségét kihasználva a tavon, és hát folyamatosan a csónakok pedig vizen voltak. Úgyhogy már gondolkodunk azon, hogy akár még idén nyáron hogyan tudjuk bővíteni a flottát annak érdekében, hogy minél többen tudják ezt a lehetőséget használni. A másik fejlesztési csomag ebben a Sóstó természetvédelmi terület megközelítésének a fejlesztése. Itt utak épülnek, parkolók épülnek, járdák, sétányok épülnek, alakulnak ki. Ennek az első üteme már folyamatban van, hiszen a stadion mögötti, az egykori vendégbejáró mögött már épül az a csaknem 100 parkoló, amely fogja majd biztosítani egyrészt a természetvédelmi területnek a parkolási lehetőségét. Itt több buszparkolót is kialakítottunk, tehát csoportok érkezését is itt tudjuk majd fogadni, hiszen nagyjából onnan fog elindulni majd az új tanösvény, amely kialakításra kerül. A második szakaszban pedig az egyéb úthálózatok fejlesztése valósul meg. Jelenleg is zajlik az új Sóstó bekötő, illetve a Szárcsa bekötő út, ennek a parkolónak a megközelítése,
érdekében. Bízunk benne, hogy ezek ütemszerűen zajlanak, és a fejlesztéssel együtt ezek is megvalósulhatnak, hiszen nagyon fontos, hogy ha megvalósul mind a Sóstó természetvédelmi terület, mind pedig a stadion fejlesztés, akkor a megközelítő utak, járdák is biztonságosak legyenek, és az ide látogatók is meg tudják közelíteni ezeket a területeket. És hát a harmadik nagy csomag pedig maga a környezetvédelmi fejlesztés. A projektet két részre bontották, az egyik a vízutánpótlás megoldása. Az első része a tisztított szennyvíz idehozatala az északi tóba, illetve a basárok 550 méteres szakaszának rendezése. Itt a folyás irányt kell megváltoztatni, hiszen jelenleg nem a tóba folyik a basároknak a víze, hanem épp ellenkezőleg. Most ezt szeretnénk megoldani, hogy a basárokból érkező víz is az északi tóba menjen, hiszen így tudjuk pótolni azt a mennyiségű vizet, amely szükséges ahhoz, hogy az északi tóban mindig legyen víz. Másrészt pedig ez a többszörösen tisztított szennyvíz lesz majd az utánpótlása az északi tó vízmennyiségének. Ez egy nagyon komoly beruházás és elég ritka, de nagyon szakszerű fejlesztés. A szennyvíztelepről fogjuk majd elhozni a Maros folyása mentén elsősorban a tisztított szennyvizet. Igyekeztünk úgy kialakítani a nyomvonalat, hogy a lehető legkevesebb utcát érintsen, és a lakók nyugalmát ne zavarja. Itt azért felsorolnám azokat a szakaszokat, ahol várható lesz majd a következő időszakban kisebb-nagyobb felbontás, hiszen ugye a szennyvíztisztító telepről elindulva az Alsóvárosi rét, a Demkóhegy, a Szalontai utca, ezt követően a Veszprémi vasútvonal kereszteződésén halad majd át, itt csatlakozik majd a Maros vízhez, itt végigmegy, aztán a Tordai utca, itt fog majd a Balatoni utat keresztezni, de olyan megoldást kértünk a kivitelezőtől, hogy ne kelljen lezárni a Balatoni utat szinte egy napra sem, ezért a Balatoni út alatt fogja majd átfúrni a tisztított szennyvíz csatornáját a kivitelező, majd a parkolókon keresztül a Nagykanizsai vasútvonalat is át fogja vágni. Itt szintén ugyanezt a megoldást fogjuk majd, a vasúti töltés alatt fogja majd átfúrni a vezetéket a kivitelező. Ezt követően a Vásárhelyi út, az Alvinci utca, Dési utcán keresztül jutunk el majd a Sóstó természetvédelmi területhez. Ugye a déli oldalról fog majd becsatlakozni az északi tóba ez a nyomvonal. Ezzel párhuzamosan zajlanak majd az északi tó mederkótra eső és a teljes Sóstó területére vonatkozó tájépítészeti munkálatok. A mederkótrás a legnagyobb feladat, ugye ebben már van pici tapasztalat a csónakázótól kapcsán, de ez mind méreteiben, mind mennyiségében más mennyiség lesz majd, hiszen itt 115 ezer köbméter iszapot kell majd a kivitelezőnek kikotornia, hiszen a megfelelő vízmérséget szeretnénk itt is majd biztosítani, és nyilván az ütemezésben nagyon figyelni kell arra, hogy az itt élő természetvilág, élővilág mindennapjait a lehető legkevésbé befolyásoljuk, tehát nyilván azért is most van munkaterület átadás, hiszen a tavaszi költés időszakot meg kellett várnunk a nádaratással is, illetve a munkálatokkal is. Mind a két projekt esetében 335 nap áll a kivitelezők rendelkezésére, a munka elvégzésére, ami azt jelenti, hogy 2018 májusában lesz majd az az időpont, amikor el kell készülni a próbaüzemmel mindennel együtt a kivitelezőknek, és hát örülünk annak, hogy a meder kotrása mellett a teljes tanösvény is megújul. Most már ennek köszönhetően teljesen körbejárhatóvá válik az északi tó, ami ugye korábban csak félig volt megoldható. És hát a tájépítész tervezők olyat álmodtak ide, ami azt gondolom, hogy tényleg kuriózum lesz. Olyan interaktív táblákkal, játszóeszközökkel szeretnénk a fiatalokhoz, a gyerekekhez és az idősebbekhez is közelebb hozni az itt élők, az itteni élővilágot, ami azt gondolom tényleg egyedülálló lesz majd. És ahogy már korábban a projekt előkészítése kapcsán is többször beszéltünk, igyekszünk nem terhelni a Sóstót épületekkel, ami épül, az mind a terület szélén fog majd megvalósulni. Egy pici fejlesztés lesz majd a zöldtanya
területén, de ott elsősorban karbantartási munkák miatt a keleti kapunál a Sárkeresztőri út, Szárcsa utca felől pedig a Vadmadár Kórház kap egy méltó helyet röbdékkel, és dr. Berkényi Tamás itt tudja majd azokat a munkákat elvégezni, amire jelenleg a körülmények nem biztosítottak, és emellett Alsóváros Sóstónak pedig egy új közösségi tere is lesz, ebben hiány szenved ez az itt élők, egy nagyon szép új közösségi ház is fog épülni ezen a területen, amit az itt élő nyugdíjasok, a családok fognak majd nap mint nap használni. És hát maga a látogató központ pedig a stadion déli oldalán lesz majd. A lelátó alatt fogunk egy nagyon szép látogató központot kialakítani, oktatótermekkel, kiállító térrel, és hát onnan indul ki gyakorlatilag az új tanúsvény, és oda is fog majd visszaérkezni. Én nagyon bízom benne, hogy ez a 720 millió forint, amely e két alprojekt kapcsán rendelkezésre áll, és a kivitelezőkkel ezekben az összegben a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötöttünk szerződést, az elegendő lesz, és hát bízunk benne, hogy egy év múlva ilyenkor már valamennyien a megújult Sóstót fogjuk majd élvezni, hiszen olyan látványos elemek lesznek majd magánál a tónál is, ami azt gondolom, hogy tényleg kuriózum lesz. Nyilván azt meg kell érteni, hogy mind a csónakázás, mind a horgászás nem fogjuk engedni ezen a területen, hiszen már más fejlesztésekből a város más részén ezeket megoldottuk. Itt valóban tényleg csak a túrázni, kirándulni vágyókat szeretnénk fogadni. Az északi tó északi felén egy nagy stég lesz, majd onnan lehet majd közelebbről megnézni, de különböző brűhidakkal szeretnénk, hogyha még közelebb tudnánk hozni az itt lévő természetvilágot, élővilágot a kilátogatókhoz. Új fészekrakó kis szigeteket fogunk majd kialakítani, lesznek lagúnák, ahol majd a vízimadarak tudnak békésen, nyugodtan költeni és élni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy nem csak számukra embereknek lesz ez egy fontos, hanem valóban az itt élő világnak is egy megújult környezet lesz majd, ahol békében, nyugodtan tudnak majd élni. A beruházás 2018 tavaszára készül el.